Imapercek Iász Beatrix evangélikus esperessel. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Így szól hozzánk Isten igéje Ézsaiás proféta könyvéből. Uram, hallgass meg imádságomat, figyelj könyörgő szavamra. Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted. Ne rejtsd el orcádat előlem. Hozzád vágyódik a lelkem, ments meg, Uram, mert nálad keresek oltalmat. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, mikeppen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Isten igéjét olvasom, amelyet választottam erre az alkalomra, és amely az előző imaperceknek a folytatása valójában. Pál apostol rómabeliekhez írt leveléből való ez az ige. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Pál apostol rómabeliekhez írt levelének 8. fejezetében arról beszél, hogy semmi nem választhat el minket az Isten szeretetétől. Feltett kérdésekre a válasz csupán egyetlen egy mondat. A válasz a diadalról szól, Jézus Krisztusról, aki meghalt, de feltámadt. Az ő győzelméről és diadaláról szól, amelyről olyan sok szép, kedves énekünk, húsvéti énekünk zengedez. Itt van az ideje a minket feszítő kérdések megfogalmazásának, talán itt van az ideje arra, hogy végre képesek legyünk meghallani a választ ezekre a kérdésekre. Talán itt van az ideje. Advent vasárnapja előtt, az egyházi esztendő utolsó három vasárnapja a központi üzenet szerint ítélet, reménység és örök élet. Egy frappáns cím, egy szójáték így fogalmazza meg, így foglalja össze ennek a három vasárnapnak az üzenetét, témakörét, illetve a központi mondani valóját. Ítélet helyett ígéret. Anélkül, hogy elvennénk a számadás élét és komolyságát, hiszen előző alkalommal bőven hallhattunk erről, szabad most a reménység és az örök élet felé tekintenünk. Szabad erre koncentrálnunk. Sőt, kérdésünk lehet mostanában, hogyha Isten igazságáról, sőt igazságosságáról elmélkedünk, hogy mifelé halad ez a világ, hogy mikor lesz vége ennek a fenyegetett élethelyzetnek, mikor lesz végre hatékony vakcina, győze az ember végül a vírus felett, vagy a vírus győz felettem, hozzátartozóim, vagy barátaim, ismerőseim felett. Ha megbetegszünk, urrá tudunk-e lenni? Szervezetünk urrá tud-e lenni, és meggyógyulhatunk-e? Nagyon egyszerűen hangzik válaszunk. Ha félelmeinkbe és aggodalmainkba, amelyeket az előbb megfogalmaztunk, beengedjük Isten igéjének az üzenetét. Isten igazságába és igazságosságába ott tekinthetünk be, amikor kétségeskedünk, de ebben a kétségeskedésben vergődő embervilágunkba beengedjük az Isten üzenetét. Igen, küzdünk. Küzdünk mindenféle földi nehézségeink közepette, és Isten engedi ezt a küzdelmet. De azt is tudjuk, hogy a mi erőnk kevés ebben a küzdelemben ahhoz, hogy győzelemre jussunk. Mi ad mégis reménységet nekünk
mi mutatja meg az örök élet felé vezető utat. Az az igazság, amelyet a Biblia így fogalmaz meg, és Luther nem győzi eleget hangsúlyozni ezt a kettős igazságot, Isten végtelenül gyűlöli a bűnt, ami elválasztja az embert tőle, sőt, el is ítéli azt. De abban is bizonyosak lehetünk, hogy végtelenül szereti az ő teremtményét, a bűnös embert, az ő gyermekét, azaz téged és engem. Hogyan lehet mindezt feloldani? Isten igazságos. Isten igazsága abban mutatkozik meg, hogy gyűlöli a bűnt, de végtelenül szereti az embert. És feloldódni Krisztusban oldódik fel ez a kérdésünk. Ennek a feszültségében még néhány pillanatot eltöltünk, ennek a kettős igazságnak a feszültségében. Isten végtelen szeretetét árasztja ránk az ő fiában, Jézus Krisztusban. Végtelen szeretetét árasztja erre a világra, és ez a szeretet a válasz. Ez a szeretet a feloldás és a megoldás. Jézus Krisztus az ő életében, tanításában, csodáiban, de legfőképpen értünk elszenvedett halálában megmutatja számunkra azt az önfeláldozó szeretetet, amely Krisztus kegyelmét, amely Isten kegyelmét hivatott alátámasztani. Méltán lepődünk meg Pál apostol kérdésén, ki ítélne kárhozatra minket. A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján van, és esedezik is értünk. Ez a közben járó és esedező Isten fiú, Jézus Krisztus, aki feltámadásával megmutatta a halálon átvezető utat Isten mennyei birodalmába. Mostanában őszi, borongós időben, a térre készülve, és a vész elmúltát várva, nehezebb talán a reménységre és az örök életre figyelnünk, arra koncentrálnunk. Mert minden ellene dolgozik. Éppen ezért kérjük hát a Szentlélek világosságát és erejét, hogy új életre és reménységre kapjunk. Mi, beleragadva a földi világ nehézségeibe, most kaphatunk egy lehetőséget, hogy felhőn át is égbe lássunk. Egyik ismert énekünk egy sorát idéztem. Ekkor pedig megtörténik a csoda, átmeneti diszkomfort érzetünk eltörpül amellett, hogy bizalommal tekinthetünk a jövőbe. Krisztus megnyitotta az eget, egykor az ő megszületésével. Majd adventben énekeljük a csodálatos énekünket, megnyílt az ég harmatozva, megváltónkat, hogy lehozza. És megnyitotta Krisztus az ő halálával és feltámadásával, mennybe menetelével, megnyitotta az eget. Megtörte a halál hatalmát. Ez az evangélium könnyet töröl, vigasztal, és egyúttal reményt is ad. Isten a végtelen útra igazítja a lábunkat most. Földi nehézségeink csak ideig valók. Általuk megtanulunk bízni, hinni, küzdeni, imádkozni, és talán hálát adni is. De az öröklét végtelenségébe vár minket teremtő atyánk, ahol már bizonyossá válhat, hogy senki és semmi nem választhat el az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Úgy legyen. Az áldás következik most Varga Gyöngyi áldáskönyvéből. Áradjon rád az áldás, hogy felismerhesd őt mindenben, ami emberi, törékeny és töredékes, hogy megmutathasd őt emberségedben, és áldás légy sokak számára. Amen.